Pályázati felhívás sportcélú civil szervezetek támogatására. Így néz ki az az adatlap, amit akár a Bonyhádi önkormányzat honlapjáról is le lehet tölteni. Ezzel a sportszervezetek jelentős forrásra pályázhatnak a város önkormányzatától. De nem csak ők, hanem a civil szervezetek is. A részleteket Kersák Tamás, a Humán Bizottság elnöke mondta el. Február 15-ével van Bonyhád város önkormányzatának érvényes költségvetése. Ez megközelítőleg 3 milliárd forint, és ebben a költségvetésben szerepel két sarokszám. Az egyik a civil szervezetek támogatására, ami 4,5 millió forintot tesz ki, és a sportegyesületek támogatására 30 millió forint van előirányozva. Az elmúlt évekhez hasonlóan a civil szervezetek és mind a sportegyesületek pályázat útján juthatnak hozzá bizonyos összeghez ebből a keretből. Ezek a pályázatok a mai nappal megjelentek, fent vannak a város honlapján, illetve a városháza portján is lehet érteklődni. Inkább az előbbi javasolnám, hogy a távolságtartás egyébként a veszélyzetről tekintettel mindig kevesebben jelenjünk meg a városházán. Tehát a honlapon ez elérhető, le lehet tölteni. A városvezetés célja, hogy a forrással hozzájáruljon a szervezetek eredményes munkájához. Az elmúlt évek hagyományaitra visszatekintve a pályázók szerintem nagy részt 90%-ban ugyanazok lesznek, akik az elmúlt évbe, és ők tudják, hogy mi az a realitás, amire számíthatnak. A civil szervezetéknél egyértelműen a szakmai programjuknak a végrehajtásához, megvalósításához nyújtanánk támogatást, a sportegyesületeknél pedig egyszerűen fogalmazva a működésükhöz, a versenyekre való felkészüléshez, a versenyeztetéshez, a bajnokságokban való részvételhez. Tavalyi évet tudom mondani, a tavalyi évet 25 civil szervezet pályázott, de ezt ha ebben benne volt a Városi Könyvtárnak a pályázata és a Vörösmarty Művelési Központnak a pályázata, ahol igazából egy név alatt sokkal több civil szervezet működik. Ha ezeket külön veszem, akkor megközelítőleg 40 civil szervezet, a sportegyesületeknél pedig 15 egyesület adott be pályázatot, és mindegyik civil szervezet és mindegyik sportegyesület kapott támogatást. A pályázat leadása után, tehát április 30-a után, május közepén vége fele nem tudjuk, hogy a veszélyhelyzet meg lesz-e hosszabbítva vagy lejár-e, tehát AB variáció előtt állunk. Ha ne a veszély, bízunk benne, hogy veszélyhelyzet elmúlik, és nem lesz meghosszabbítva, abban az esetben a 4,5 millió forintról, tehát a civil szervezetek támogatásáról a bizottsági elnökök tanácsa, amely kiegészül a két alpolgármester úrral, tesz javaslatot a képviselőtestület felé a felosztásról. A sportegyesület tekintetében pedig a Humán Bizottság tesz javaslatot, szintén a képviselőtestület felé, és mind a két esetben természetesen a képviselőtestület dönt. Amennyiben a veszélyhelyzet netán továbbra is fennáll és meg lesz hosszabbítva, akkor a jog, úgy ahogy jelen pillanatban is van, fennmarad és átszáll a polgármester asszonyra. A pályázatokat április 30-áig lehet benyújtani az önkormányzathoz, elektronikus úton vagy személyesen.